Sziasztok, üdvúja a csatornán! Ez most egy elég random videó, most jött ez a Zsolt a bevásárlásból, és most éppen ebédelnek, úgyhogy gondoltam, hogy úgyis el kell pakoljam a bevásárlást. Előtte gyorsan felveszem nektek videóra, hogy mit vettünk jövő hétre. Ha érdekeltiteket, akkor tartsatok velem! Sok minden van, és akkor kezdem a hűtős dolgokkal, mert azokat ugye először el kell pakolnom. Van egy csomag csirkemellfilé, illetve egy csomag darássertéshús. Ez 10%-os zsírtartalmú, én nem szeretem a 20%-osat, még csak-csak, de a 30%-osat már nagyon nem szeretem, mert például amikor spagettit főzök, akkor úgy megáll a zsír a tetején, és én azt nagyon nem szeretem, úgyhogy ezt most be is rakom a fogyasztóba. Aztán vettünk, hát én írtam a listát, Zsolti hozta, szóval végül is közösen vettük, egy 30 darabos tojást, mostanában 30 darabosat vesszük, mert nálunk nagyon durván fogyóeszköz, amúgy a tojás, mindenki nagyon szereti, és többször előfordult, hogy úgy egyszer csak eltűnt itthonról, a 30 darabossal meg így akkor mindig van itthon tojás. Vettünk joghurtot, most ahogy látom, Zsolti jogobellát hozott, van egy mangós, egy sárga barackos és egy pannakottás. Az egyik sárga barackosat azt Lili már le is nyúlta, úgyhogy azt akkor nem rakom el. Aztán vettünk virslit, ezt a picolino sajtos virslit szoktuk venni az esetek 90%-ában, mert ezt nagyon szeretik a gyerekek, és szerintem is finom. Gluténmentes, nem tartalmaz ízfokozót, és amúgy grillezhető is. Ilyen sajttal töltött. Szerintem nagyon finom, és árértékarányban tökre megéri. Aztán vett, ahogy látom, szalámikat, csirkemell sonkát, ez nem olyan érdekes. Vettünk tortillalapokat is. Imádom a tortillát, akik követnek egy ideje, azok tudhatják, hogy én bármit képes vagyok beletölteni a tortillába. Viszont csak én eszem itthon, úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy így a szekrényben tárolom, viszont miután felbontottam, berakom a fagyasztóba, és akkor mindig csak egy darabot veszek ki a fagyasztóból, kb. Fél perc alatt fel is enged, utána kicsit átpirítom, és tökéletesen jó. Aztán vettünk tonhalat, a twist tonhalat szoktam venni, a Rio Mare picit finomabb, viszont sokkal drágább, mint ez, és akkora különbség nincs, mint amekkora az árában is van, úgyhogy én ezt szoktam használni. Hozott natur vajkrémet, nem szoktunk vajkrémet enni, csak vajat. A vajkrémet azt most azért hozattam bele, mert valamelyik vacsora szeretnék majd egy kis tonhalkrémet csinálni a csajoknak, és akkor azt vajkrémmel szoktam készíteni. Hozott darált mákot, mert jövő héten készítek egy ilyen kis mákos guba szerűséget. Múltkor is mondtam, hogy nem szerűségek készülnek, szóval egy mákos guba szerűség lesz. Ahhoz hozott darátmákot. Szóval vettünk tejfölt, majonéz, mi mindig a Hellmann's majonéz szoktuk venni, illetve ami még nagyon finom, az az Aldi-nak a saját márkás majonéze, annak nem is tudom mi a neve, a Hellmann's azért valamivel jobb, de az is nagyon-nagyon finom, úgyhogy ezt a kettőt szoktuk venni, hogyha majonézről van szó. Hozott baba a tusfürdőt, ahogy látom, ez most tej és gyümölcs illatú. A csajok általában fürödni szoktak, nagyon ritka az, amikor zuhanyoznak, és ezt szoktam nekik belerakni, hogy hab legyen. Hozott lekvárt, ezt viszont kifejezetten szeretem, ez szintén Tesco saját márkás, egy meggyes dzsem és egy sárga barackos dzsem. A sárga barackosat szerintem még nem kóstoltuk, de ahogy látom, elég durva gyümölcs darabok vannak benne. A meggyes viszont szerintem a legfinomabb lekvár, amit meggyesben én valaha ettem. Ugye, ami nem házi készítésű. Nem tudom, mennyibe kerülnek ezek a lekvárok? 320 forint. 320 forint? 320 forint csak ez a lekvár, azt mondja Zsolti. És komolyan, a barackosod nem tudok nyilatkozni, mert azt még nem kóstoltam, de a mennyeset próbáljátok ki, mert szerintem nagyon-nagyon finom. És hát nincs benne, hogy hány százalék gyümölcs tartalom, de tele van megy darabokkal. Úgyhogy tényleg jó. Aztán vettünk sajtot, ezt szintén fagyasztani szoktam, elvágom háromba, egy marad a hűtőbe, kettőt pedig berakok a fagyasztóba, és akkor mikor látom, hogy fogyóban van, előveszem a fagyasztóból, és
nem tudom, mi történt. Szóval ott tartottam, hogy beszoktam rakni a fagyasztóba, és amikor látom, hogy a normál hűtőben lévő adag fogyóban van, akkor kiveszem, és nem kint olvasztom ki, hanem a normál hűtőbe átrakom. Egy pici állagromlás tapasztalható, viszont ugyanúgy lehet reszelni meg minden, szóval szerintem így jobban megéri. Aztán vettünk habtejszínt, ugye én elég sok tejszínes kaját készítek, és mindig ilyen 30%-os cukrozatlan habtejszínt szoktam hozzá használni. Vettünk baby szilva paradicsomot, a gyerekek is rászoktak a paradicsomra, viszont ők is csak a koktél paradicsomot és a szilva paradicsomot eszik meg, mert ugye annak sokkal édesebb az íze, úgyhogy hát ez jó drága, de ezt szeretjük, úgyhogy akkor ez van. Aztán mi van még itt? Kocs. Vettünk kávét, ugye a Black and White, az a reggeli kávé, mindjárt fel is töltöm, mert amúgy teljesen kifogytam a kávéból. Az ebéd után pedig ez a karamellás kávé, nagyon-nagyon régóta ezt iszuk. Szerintem mióta megvan a kávéfőző, azóta ezt a kombinációt használjuk. Néha veszünk ilyen extra ízeket is. Például van az az új íze. Látom, beviszed a fürdőbe? Köszi! Fültisztító. Van az a fahéjas csiga ízű kafisszimó kapszula. Kipróbáltuk, de nekünk nagyon nem jött be, semmi extra íze nem volt, úgyhogy az nem jó, de ez nagyon finom. Aztán vetettem vele egy doboz mascarpone-t. Nem nagyon szoktam krémsajtos kajákat készíteni, általában akkor, hogyha valami sütit készítek, amihez kell mascarpone, és a maradékból szoktam készíteni valami tésztás krémsajtos kaját. Fahíjas csigát szeretnék készíteni megint, mert találtam egy nagyon-nagyon jó... Azt is, ezt nem most. Egy nagyon-nagyon jó fahíjas csiga receptet, és ahhoz szeretném majd ugye ilyen mascarpone és krémmel lekenni. Mindjárt szívem, ezeket gyorsan anya elrakja a hűtőbe, jó? Azt is tudhatjátok róla, hogy nem tudom meginni az üres vizet, hanem szörfát szoktam, de csak ilyen nagyon-nagyon keveset rakok bele, hogy éppen csak elvegye a vízizét. És az esetek nagy részében a pölöskeinek a cukormentes szörpjét szoktuk venni. És ahogy látom, most talált egy új ízt Zsolti ebben, legalábbis még nem találkoztunk a boltban, ez fekete ribizlis. 1/6-os amúgy a higítási aránya, úgyhogy ezt majd megkóstoljuk. Még a másikból van egy kicsi, a szamócásból. Ugye én nem szeretek egyszerre többet felbontani, tehát egyet felbontunk, és addig az a víz marad, amíg van belőle. Aztán itt is vannak még egy tatyor. Na, amit még hozott a zöldséget, meg gyümölcs, hozott uborkát, ebből majd cacikit akarok készíteni, arról van az Instagramon fönt, hogy hogyan készítem a cacikit, és ezzel van egy nagy adagot megcsinálok, ami egy jó sokáig, egy 4-5 napig is eláll, hiszen csak én eszem. Aztán vettünk répát, almát, zöldséget, hegyesörös paprikát, ezt csak Zsolti eszi, de minden kajánáshoz eszik, illetve még vettünk kápia paprikát, vettünk 2 tábla csokit, nem is tudom már, hogy milyen sütit szeretnék csinálni. Muffint, csokis megyes muffint, megyet is vettünk, és akkor ehhez kell ez. Vettünk gyümölcslevet, egy narancs, illetve egy almalét, vettünk egy konzerv, kukoricát, tejet, lisztet, illetve egy panettone. Egyszerűen imádom, nagyon imádom. Hát, nekem ez már a karácsonyi szezon, tehát ilyenkor már mézőfuszad, livan belgli, meg ilyesmi. Szóval ebben a szezonban szoktam csak ilyet enni, viszont nagyon drága, úgyhogy múltkor már elkezdtem nézegetni a recepteket, hogy hogyan is kell csinálni, és annyira nem tűnik bonyolultnak, úgyhogy lehet, hogy valamikor megpróbálkozom majd vele. Na mit tudod, te pocak? Jól van. Na, a gyerekek befejezték a kajálást, úgyhogy most megeszem a maradékukat lényegében. Látom, apa neked adta? Meg megyek, merhet, mert dolgom van. Nem tudom, mennyire lett összecsapott ez a videó, valószínűleg nagyon, de azért köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok! Jól van, semmi baj, itt vagyok.